Üdvözöllek benneteket! Ebben a videósorozatban szöveges feladatokat oldunk meg egyenletek segítségével, és a bevezető videóban részletesen kitértem arra, hogy milyen technikákat érdemes alkalmazni, mi mindenre kell odafigyelni, illetve milyen lépések alapján tudjuk legkönnyebben megoldani a feladatunkat. Figyelni kell arra, hogy minden egyes feladat úgymond egyedi, tehát amit az egyiknél alkalmaztunk, egy az egyben nem tudjuk alkalmazni a másik feladatnál, hiszen mindig van valami újdonság a feladatban, és ugyanez érvényes lesz a mai feladatunkra is, tehát fogjunk is neki, és nézzük meg a mostani feladatunkat. Ha egy ismeretlen számot megnevelünk 5-tel, akkor annak négyzete 300-al több lesz, mint ugyanaz a szám 5-tel lecsökkentve, majd a négyzeten. Melyik ez a szám? Hú, hát ez így nagyon szörnyűnek tűnik első olvasásra. Próbáljunk meg egy kicsit újból elolvasni, és kicsit átgondolni a feladatot. Segítek azzal, hogy egy kicsit kiszínezzem a feladatot, hogy lássuk, hogy mi minden található ebben a feladatban. Tehát először is van egy ismeretlen számunk, ezt ugye pirosra jelöltem, megnöveljük, íme találkozunk egy művelettel, ugye összeadás lesz, 5-tel, az egy egyszerű szám, akkor annak négyzete, tehát nem az 5-nek a négyzete, hanem ugye a megnövelt számnak a négyzete, 300-zal, ez megint egy szám, több lesz. Az előző feladatban már találkoztunk ezzel a szituációval, amikor valami több lesz. Ugye ez nem azt jelenti, hogy egyenlőtlenséggel fogjuk megoldani, hanem éppen az, hogy majd a kevesebb részhez fogjuk hozzátenni ezt a 300-at. Mint ugyanaz a szám, tehát megint az ismeretlen szám, 5-tel lecsökkentve, tehát mínusz 5, és majd az egész a négyzeten. Tehát láthatjuk, hogy itt már egy bizonyos zárójel és a négyzetén fog majd szerepelni, tehát binom négyzetével is fogunk találkozni ebben a feladatban. Próbáljuk meg akkor most a saját logikus sorrendünk alapján felírni. Veszünk egy ismeretlen számot, megnöveljük 5-tel, tehát hozzáadunk 5-öt, az eredményt négyzetre emeljük, ugye itt kell majd a zárójel és a négyzetre emelés, és egy így kapott szám, 300-zal több, erre a lépésre majd mindig a feladat végén kerül sor, tehát hogy meglátjuk, hogy melyik az, ami több, melyik az, ami kevesebb, mint hogyha az ismeretlen számból kivonunk 5-öt, tehát fogjuk az x-et, kivonunk belőle 5-öt, és a különbséget, úgy mint ahogy ezelőtt az összeget, most a különbséget négyzetre emeljük. Hát akkor ennek a tervnek alapján próbáljuk meg fölírni az egyenletünket. Veszünk egy ismeretlen számot, ez lesz az x. Növeljük meg, ez lesz a plusz, 5-tel írom az 5-öt. Az eredményt emeljük négyzetre, tehát zárójelbe teszem, és úgy a négyzeten. Az így kapott szám 300-zal több. Ezt most úgy olvasom, hogy ugyanannyi, és majd a feladat végén fogok visszatérni, tehát azt mondom, hogy egyenlő. Az ismeretlen számból, tehát az x, kivonunk 5-öt, a kivonás ugye ez a mínusz, kivonok belőle 5-öt, mínusz 5, majd a különbsége, tehát a teljes különbség, ugye ezért kell a zárójel, négyzetre emelem. Na és akkor most visszatérünk erre a részre, hogy 300-zal több, tehát a bal oldal az a több, a jobb oldal az a kevesebb. És ahhoz, hogy mi ezt egyenlőségnek tudjuk fölfogni, ami kevesebb, azt ki kell még ugye bővítenünk, hogy megkapjuk a többet, vagyis ezt a különbséget, ezt a 300-at oda kell írni a kevesebb oldalhoz. Így már meg is kaptuk akkor az egyenletünket, amit az eddig tanult binom négyzetes módszer alapján meg tudunk oldani. Tehát alkalmaznom kell a binom négyzetét. Ugye tudjuk a binom négyzete, első tag a négyzeten, első és második tag szorzatának kétszerese, és második tag a négyzeten. Ezt majd alkalmazni kell a bal oldalon, illetve a jobb oldalon. Induljunk az első, tehát a bal oldallal. Első tag a négyzeten, az lesz majd az x négyzet. Összeszorzom a tagokat, 5-ször x az 5x, annak veszem a kétszeresét, az lesz a 10x. Mivel az előjelek pozitívak, tehát ez is plusz lesz, és második tag a négyzeten az 25. Ugyanúgy alkalmazzuk a binom négyzetét most a jobb oldalon. X a négyzeten, ugye az x négyzet lesz. Összeszorzom a két tagot, vigyázat, egyik pozitív, másik negatív, tehát az előjel itt most mínusz fog lenni.
5-ször x ugye az 5x, annak a kétszerese 10x, tehát így lesz mínusz 10x. És a második tag a négyzeten, az pedig 25. Vigyázzunk arra, hogy bármi a négyzeten, az mindig pozitív. Tehát attól függetlenül, hogy mínusz 5 volt, ide nekünk plusz 25-öt kell írni, mert ugye 5-nek a négyzete, tehát bárminek a négyzete az pozitív fog lenni. És a plusz 300-at még lemásolom mellé. Tanultuk, hogy a mi esetünkben másodfokú egyenletekkel nem foglalkozunk. Amikor a másodfokú, tehát az x négyzet megjelenik, ez olyan esetekben el is szokott tűnni, vagyis megnézzük, hogy lebírjuk egyszerűsíteni. Hát igen, látjuk, hogy bal oldalon is, és jobb oldalon is van egy x négyzet, tehát ettől meg tudunk szabadulni. Ha figyelmesen megnézzük a tagokat, akkor még egy dologra odafigyelhetünk, észrevehetünk, hogy a bal oldalon is van egy plusz 25, és a jobb oldalon is van egy ugyanolyan plusz 25, ugye mérlek mindkét oldaláról ezt a 25-öt, ha eltüntetem, nem változik a mérlek, tehát átbírom húzni, lebírom egyszerűsíteni. Vigyázat, sokan azt mondanák, hát akkor itt van egy plusz 10x, akkor a mínusz 10x-el is egyszerűsítsem. Vigyázat, ezt nem szabad. Tehát csak akkor tudnám egyszerűsíteni, hogyha mind a két oldalon plusz 10x lenne, vagy mind a két oldalon mínusz 10x. Mivel egyik oldalon plusz, másik oldalon mínusz, így meghagyom, és akkor az egyszerűsítés után megmaradt a bal oldalon a 10x, a jobb oldalon a mínusz 10x, és még a 300. Tudjuk, hogy ismeretlenek a bal oldalra, ismertek a jobb oldalra. Tehát a mínusz 10x-nek át kell, hogy jöjjön a bal oldalra, majd vigyázzunk, hogy az előjele megváltozik. A 300 ugye már a jobb oldalon van, tehát őt nem kell mozgatni. Így akkor a bal oldalon 10x plusz 10x, ami ugye 20x-et fog adni, egyenlő lesz 300-zal. Ha itt szoroztam 20-szal, a másik oldalon osztani fogunk 20-szal, vagyis akkor a 300-at, ha elosztom 20-szal, 15-öt fogok kapni. Így oldottuk meg tehát ezt a feladatot, nem éppen volt egy egyszerű feladat, hiszen több dologra kellett odafigyelni, és ami ugye nehezítette, hogy még bírom négyzetét is kellett alkalmazni. Viszont, hogy biztosak legyünk a dolgunkba, illetve az eredményünkbe, fogjuk az eredeti szöveget és helyettesítsük vissza a megoldásunk, ugye még egyszer a megoldásra mi 15-öt kaptunk. Nézzük akkor a szövegünket. Ha egy ismeretlen számot megnövelünk 5-tel, hát ezt rögtön el is tudjuk végezni, 15-öt megnövelünk 5-tel, ugye 20-at fogunk kapni. Annak négyzete, négyzetre emeljük, a 300-zal több, ezt megint átugorjuk, mondjuk azt, hogy ugyanannyi lesz, mint. Ugyanaz a szám, tehát a 15, 5-tel lecsökkentve. 15 mínusz 5, az 10. Majd a négyzeten, négyzetre emeltem. És akkor melyik ez a szám? Valójában ugye, mint már tudjuk, ezt csak ellenőrizzük, és visszatérünk erre a 300-ra. Ugye a 300-zal több, tanultuk, hogy akkor ezt a különbséget a kevesebb oldalhoz kell tenni, vagyis a jobb oldalhoz, tehát oda teszek még plusz 300-at. Végezzük el a négyzetremelést. 20 a négyzeten, ugye az 400, 10 a négyzeten a 100, a plusz 300-at csak lemásolom, és tényleg 400 ugyanannyi, mint a 400, igazállítást kaptam, tehát megoldottuk a feladatot, a keresett számunk tehát a 15, és így oldottuk meg ezt a feladatot. Köszönöm a figyelmeteket!